Január és március között nem volt komolyabb mozgás a munkaerőpiacon, ami a kereskedelmet illeti, tehát nem volt kiugró mondjuk az elbocsátások száma, vagy a megszüntállások száma, és ugyanígy nem volt kiugró a felvételek száma sem. Aztán március 15-től él a vasárnapi zárvatartás, és most jöttek ki a legfrissebb KSH adatok, ami azt jelenti, hogy innentől, tehát márciustól mostanáig 2400-zal kevesebben dolgoznak. Feltehetően a vasárnapi boltbezárás miatt. Sáling József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt egészen biztosan tudom, hogy ha csak egyetlen egy embert érint, és annak az egy embernek a családját, akkor is ez egy nagyon szörnyű és nagyon megrázó dolog, az egész család egzisztenciáját érintő dolog, hogyha valaki elveszíti az állását, és nem akarom lekicsinyíteni a 2400-at, mert sok, és hogyha családokat nézünk, akkor ugye többszöröse. Csak eszembe jutott, hogy akkor, amikor még arról beszéltünk ön is itt ebben a stúdióban, hogy majd lesz az a vasárnapi boltbezárás, és akkor bizony 10-15 ezeres elbocsátásokról szóltak az önök beszámolói. Hát a szakszervezet azért soha nem mondott ilyen nagy számot, inkább ezt a munkaadók szokták mondani, több tízezeres, 10-15 ezer. Önök is mondtak. Ennyit nem mondtunk, mi azért mindig avval érveltünk, hogy elég nagy a létszámhiány, és ez most is így van. Hogyha megnézzük az teljes munkaidőben dolgozók számát, most az áprilisi hónapban az kb. 5-600 fővel csökken, ennél sokkal több hiányzik. Ha csak a nagy cégeket megnézzük, mondjuk a 6 kiemelt multit megnézzük, a kereskedelemben már annál is több hiányzik ennél. Mármint 2400-zal több hiányzik? Nem, a főmunkaidőben dolgozókat az csak 600-zal csökken. A többi az részmunkaidős, a kettő együtt ez a 2400. Értem. A részmunkaidőségnél nyilvánvalóan az történt, hogy akik vagy vasárnapra voltak részmunkaidőben beosztva, vagy szombat-vasárnap dolgoztak, általában fél 40 órát, helyett 20 órát, vagy esetleg csak két műszakot, 28 órát, azokat vagy át tudtuk, sok helyen mi segítettünk, vagy át tudták tenni a munkáltatók, úgyhogy most péntek-szombaton, vagy csütörtök-péntek-szombaton, ez nyilván nagyon sok helyen nem sikerült, ebbe játszott az éjszaka is, de a részmunkaidő az nagy részben összefügg a vasárnapi zártartással. A teljes munkaidőben ezt nem mondanám, mert ott azért több minden történt. Volt olyan cég, aki az elmúlt két hónapban zárt be, ilyen volt például a Baumax, de nagyon jó mutatja is, hogy beharangozásban meg is jelent ez a szám, hogy iszonyatosan megnőtt a túlóra száma, hiszen megnövelték nyitvatartási időt, és hát ez nagyon nagy leterheltség. Tehát akik dolgoznak, azok sincsenek szerencsés helyzetben, mert nagyon nagy a leterheltség, tehát létszám kellene. Ez azt mutatja, hogy bizony igazunk volt abban, hogy olyan pici a bér, és ma már mindenki ezt mondja a szakmában, hogy legalább 30 ezer forinttal fel kellene emelni a szakmunkás minimálbért, hogy legalább embert lehessen kapni, hogy szakembert lehessen kapni, és akkor még csak a minimálbérről beszéltem. Hát az mégis elfogadhatom, hogy keresünk a szakembert, egy jó hentest, egy bármelyik szakmában. Szakembert? Hát múlt héten beszéltünk arról, hogy nem kell szakképesítés a hozzátartozónak, hogyha vasárnap kinyit a családi volt. Hát ezt jobban nem is kommentálom, mert felmegy a vérnyomásom, és stúdióban nem illik így viselkedni. Hogy viselkedni, amikor felmegy a vérnyomásra? Törzúzni ezt a poharat, akkor elveszem ön elől. Hát azért az nem, de ez mégiscsak disznóság, hogy nem kell a szakmába a szakképesítés. Hát így hívják az államtitkárságot. Első neve az, hogy szakképesítési és aztán foglalkoztatási egyéb ügy. Hát mindenki a szakképzéssel foglalkozik. Hát nem az előre jutás lehetősége például mi szakmánkban ennek a félmillió embernek, hogyha dolgozik, ügyesebb, előre jut, többet keres. Hát dolgozik félmillió ember a 4 millióból. Hát ez egy nagy foglalkoztató szakma. Mindenki azt mondja, a nagyok is, a kicsik is. Ha előrébb akar jutni a piacon, többet akar keresni, a nagyok nyitni akarnak, mindenféle ötletük van, online kereskedelem, franchise nyitni, külső franchise-ok, tele van ötlettel a szakma, hát az nem szakember kell. Hát minden cégnél meghirdették az IT forradalmat, hogy újra kell gondolni a teljes információs technológiát. Ehhez nem szakemberek kellenek? Hát az is, aki a pultnál van, annak is szakemberek kell lenni. Meghirdethetjük az IT forradalmat, de hogyha arra beszélünk, hogy vasárnap csak a nagyi állhat be, esetleg az unokatesó, vagy az már lehet, hogy nem is egyenesági rokonnak kell lennie, de a nagyi meg odaadhatja a sajtot, de már a Párizsit nem, akkor ez tényleg nem tudom, közegészségügyi, szakmai alkalmasság, vagy mi lehetett annak az embernek a fejébe, aki ezt a rendelkezést meghozta. Tehát mitől nagyobb mitől igényel nagyobb szakértelmet a sajtot odaadni, mint a Párizsit odaadni, vagy közegészségügyileg mi a kettő között a különbség? Ön tudja? Nem, azt hiszem, ennek az embernek semmi nem volt a fejében. Van ez, akinél ugye nem akad meg a hír, mert nincs, amiben megakadjon, ahogy szokták mondani a falusi emberek. Itt is erről lehetett szó, hogy ilyet kitalálni.
mindenki a szakember keresi. Vannak olyan munkák, amit el tudnak látni egyszerű emberek, kezdők, ezért van a minimálbér. Na de hát aki X-ével dolgozik a szakmában, mégis rábízunk rendszereket, rábízunk embereket, akiket ki kell szolgálni. Sőt, vannak olyan cégek, ahol rábízunk a kereskedőket, kiskereskedőket, hiszen nagy kerülben ők szolgálják ki egy ilyen típusú cégnél. Tehát azért van rengeteg feladat, és azt lehet látni, hogy bizony, aki szakember, az jobban teljesít. Rá lehet bízni minőséget, árut, hát jobban, egyre inkább büntetik a cégeket, mert még arra sincs energia, hogy nézzék, figyeljék, hogy mi az, aki kimaradhat, mi az, ami nem. Egy szó mint száz, azért ez a helyzet nem jó, még akkor is, hogyha a főmunkaidősök száma nem nagyon csökken, mert bizony az ott maradók nagyon leterheltek, és van még egy probléma. A túlóra, most megállapította a KSH, hogy rettentesen nőtt, ugye 5 éve nem volt ekkora a túlóra. Nem tudjuk például, hogy ezt kifizették-e. Ez lett volna a következő kérdés. És mik a piaci hírek, hogy ezt azért rendesen ki is fizetik? Hát a rendesebb cégek nyilván tartják, aztán egy részét kifizetik, egy részében alkudoznak, ez a lecsúsztatom, nyilvántartom, kockás füzet. Azért itt jó lenne egy állami ellenőrzés, például ezt is, ha megbeszélnék velünk. Korábban volt 800 munkaügyi munkavédelmi ellenőr. Ez nagyon sokat segített, hogy egyszer dolgozni kell, ha egyszer hibáztatási időn az emberek bent vannak, akkor tessék ezt kifizetni. Igen, ám, de most már ennek a harmada sincs meg. Van olyan megye, ahol 2 ember van, az összes szakmára. Hát az ki se tud menni. Tehát az államnak, ha már ilyen intézkedést hozott, vagy, akkor ezt ellenőrizni kellene, de azért segítsen az ott dolgozóknak. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogyha mondjuk 10 000 ember munkavállaló ne dolgozzon vasárnap, mert eddig dolgozott mondjuk a boltban, de akkor majd felveszek 10 000 munkaügyi ellenőrt, ők megdolgozzanak azért, mert hogy másik 10 000-nek kedveztem. Szóval matematikailag ezt egész szépen össze lehetne hozni. Csak még nem tartunk itt, hogy felvettek volna ennyi embert. Viszont egészen speciális területe most az országnak nyáron a Balaton, a Velencei-től, tehát jellemzően, mondjuk akkor beszéljünk a Balatonról. Én egészen csuda történeteket hallottam az elmúlt hétvégén, hogy a déli parton 20 akárhány éve árusító, nagyon kedves házaspár, kis szokásos gumimatrac, ez az amaz kisbolt, de van nekik az északi parton is 2 hasonló pici kis üzletük. Most ők vasárnap szaladgálnak, hogy mindig legyen egy családtag a boltba, hogy kinyithassanak. Tehát, hogy ingázni kell vasárnap nyugdíjas létükre, mert szívesen felvennének valakit, de hát családtagon kívül nem lehet. Ez most a kinek jó? Nyilván ez senkinek nem jó. Hát azért ugye mégiscsak az történt összességében, hogy az Európa egyik legliberálisabb nyitvatartási rendszeréből itt néhány hónap alatt bevezetik a legszigorúbbat. Mert eddig a legliberálisabb volt, egy szabály volt, hogy mindenki azt csinál, amit akar, dolgozott, a fogyasztókat tájékoztatni kell, illetve be kell jelenteni az önkormányzatnak. Ennyi volt a szabály. Most meg mindenki be kell, hogy zárjon, és akkor megy a kínlódás, hogy hát nem engedjük meg, ha kinyisson, mert akkor lazítjuk, akkor hát, ha majd valaki megtámad. De ezt nem beszélték meg a szakmával. Lehetett volna X hétvégét bezárni, tehát csomó dolgot lehet volna tenni, meg hát, hogyha az idegenforgalom fontos, már pedig fontos, mert ez elég jelentős, ebből élünk. Azért ez nem mind mese a polgármesterektől, hanem emögött komoly szakma van. De hát nem beszélték meg sem a munkadókkal, sem a szakszeretekkel, sem az ott élőkkel, hogy most akkor mi legyen, hát akkor megy a kínlódás. Fontos az idegenforgalom. A kereskedő eladni akar, még munkahelyet is teremt, hiszen felvenne alkalmazottakat, a vásárló vásárolni akar. Tehát gyakorlatilag ennek a területnek az összes szereplője azt akarja, hogy legyen nyitva a bolt. Bizonyára vannak olyan munkavállalók, akik nem szívesen és nem azért vállalták a hétvégi munkát, mert nagyon-nagyon kellett nekik, hanem egyszerűen készen helyzetben voltak. Na ezt viszont máshogy is lehetett volna más szabályozással kezelni, pótlékokat felemelni, tehát hogy akkor nagyon érje meg, vagy pedig korlátozni, csak nem minden vasárnap. Tehát egyszerűen annyi az ellenérv, és most válaszolt Varga Mihály, hogy nem. Tehát, hogy akkor sem. Én azt gondolom, hogy jobb helyre számítunk, hogy itt a szabály nem változik. Hát egy kicsit most nyáron kínlódunk, mert hát azért vannak idegenforma rendezvények máshogy is, vasárnap, nem csak a Balaton partján. Hát most ezt megpróbáljuk. Csak hát most túlélni. Annyira kezdett feljönni a Balaton, de tényleg, tehát egészen jó tendenciák indultak el. Ez igaz Budapesten is például. Budapesten is, de nem tudom, hogy az idén volt-e már a Balatonon. De rengeteg ember, csak a panaszkodást lehet hallani. Tehát amikor megáll valaki és azt mondja, hogy télen is fizetem a 15 alkalmazottamat, ők most is dolgoznának, én is, akkor nem tudom. Ezzel a tendenciával mit lehet kezdeni, hogy láttam olyat, hogy boltban, akkor a kis hűtőpultot, vagy ilyen hűtött pultot, az termelői piacán nyilvánítják. Tehát mindenki látja, hogy az a boltnak a zöldséges polca, de az most vasárnaptól termelői piac, és ezt valaki bekajálja.
Hát ez a kínlódás, hogy hogyan lehet szabályt kijátszani, hogyan lehet ezt megkerülni, kikerülni. Egyébként csak ez így jó. Ez biztos nem jó senki. Egyébként a szakszervezetek most szervezik az üdültetést, mert azért majdnem minden cégnek még mindig van üdülője, vállalatüdülést szervezünk. Tehát ennek egy nagyon jelentős része vizek mellett van, különösen a Balaton mellett. Hát én is kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak nyilatkozni az emberek, mert ennek a javarészet mind önállátok, hogy annyi pénz azért nincsen, hogy akkor áronfogásos villás reggelivel és egyebekkel, hanem önállátok, tehát magának kell főzni, hogy ezt hogy oldják meg az emberek. Vagy hát sorbál pénteken, szombaton. Itt csak az erős hívásról van szó, tehát semmi luxus, hanem csak az önállátásról van szó. Nem jó, hogy így van. Egyelőre a nagy robbanás ebben az ügyben nincs, már mint a létszámhiányban, elindult, de azért nagy a létszámhiány, tehát a szakma nagyon nagy feszültség alatt van. Vannak örülni, nem kell vasárnap dolgozni, annak, hogy kevesebbet keres, végképp nem örül. A cégek meg most kezdenek ráállni, nem csak a vasárnapra, hanem azért a válság utáni helyzete minden cég átalakul. Tehát Európában is nagy átalakulás van, de nálunk is minden cégnek van valami nagy ötlete, nem kisebbek, hanem új vezérkarok jönnek, tehát azért nagy átalakulás van a szakmában. Ez önmagában nem baj, ennek nem semmi köze a vasárnaphoz. Értem. Ez a válság menedzselése, átalakulás, ez is érint bennünket. Tehát ez is jól lenne megbeszélni a kormányzattal, hogy de hát egyelőre nem nagyon van párbeszéd, mert ott mindent tudnak, mi mondjuk, még jó, hogy önök meghallgatnak. Meghallgatjuk máskor is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.